Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ez a mostani videó a székrekedés lehetséges okairól és az okok lehetséges megoldásairól fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha régóta fennálló székrekedésünk van, célszerű először is orvossal megnézetni az egész bélrendszert, hogy jobb képet kapjunk a helyzetről. A székrekedéssel az a legnagyobb probléma, hogyha sokáig például napokon át áll a széklet a belegben, tehát mondjuk csak pár naponta van székletürítésünk, úgy megnő az esélye, hogy a székletben lévő toxikus vegyületek felszívódjanak, azaz újra bekerüljenek a vérkeringésbe. Ezért a székrekedést időben kezelni és megoldani rendkívül fontos feladat. Az első segítség a növényi hashajtókat tartalmazó készítményeknek az alkalmazása. A szenna, az édeskömény-mag, a szilva és a szilvalé, a füge, a kókuszolaj, az MCT-olaj, a lenmagolaj, az aloe vera, mindenkinek más-más válik be, érdemes többet is kipróbálni, illetve több fajtát alkalmazni egyszerre. A második az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta, a kovászos uborka, a kefír, a joghurt, a probiotikum készítmények napi szintű bevitele, tehát a bél mikrobiomot támogató ételek és étrendkiegészítők alkalmazása. Nagyon sok embernél a székrekedés oka, hogy le van romolva a bélflóra, nincs elegendő hasznos baktérium az ételek, a tápanyagok megfelelő hasznosításához. Ez az állapot előfordulhat például akkor, ha valaki hosszabb ideig antibiotikumot szedett, vagy mondjuk éveken át ivott alkoholt napi szinten, vagy egyébként éveken át alig fogyasztott bélflóra támogató ételeket. Itt jegyezném meg, hogy ha régóta fennáll a székrekedés, célszerű nem alkalmazni magas rost tartalmú készítményeket, például almarostot vagy útifűmaghéjat, mert ugye ha kevés a baktérium, azok nem tudnak megbirkózni a rostokkal, tehát nincs értelme még több rostot beküldeni nekik. Alacsony epesav szint esetén is kialakulhat székrekedés, mivel az epesav feladata a vékony bél sikosítása, így ha nincs elegendő belőle, nehézség alakul ki a zsírak emésztésénél, és végül székrekedéshez vezethet az állapot, mert nagyon lassan haladnak át az ételek a belegben. Ez a probléma előfordulhat akkor, ha kivették az epehólyagot, illetve máj problémák esetén is, mivel ugye a máj termeli az epesavat. Ebben az esetben a megoldás lehet az epesav tartalmú készítmények pótlása, illetve a máj működés javítók és májzsír csökkentők bevitele, mint a kolin, az articsóka, a bojtorján gyökérkivonat, a mária tövis vagy a fokhagyma. Előfordulhat székrekedés a túl sok zöldség bevitelétől is, abban az esetben, ha nem iszunk elegendő vizet a zöldségek mellé. A nagyobb mennyiségű zöldség bevitelével rengeteg rostot is beviszünk, a bélbaktériumok ugye a rostokkal táplálkoznak, a rostok táplálják a vastag bélben lévő baktériumokat, és amikor emésztik a rostokat, rengeteg vizet szívnak magukba, ami a széklet megkeményedéséhez vezethet, ha kevés víz áll rendelkezésre a szervezetünkben. Ezért, ha sok zöldséget fogyasztunk, esetleg csökkentsük le az adagot, illetve igyunk több vizet, mint eddig, mindjárt a zöldségek elfogyasztása után. A kálium és a magnézium segítik a beleknél lévő sima izmok működését, az összehúzódást és a kitágulást. Sokan pótolnak magnéziumot, a káliumot azonban nagyon kevesen, pedig a kálium lényegesen fontosabb itt is, mint a magnézium. A székrekedés egyik gyakori oka az alacsony kálium szint. A káliumról készítettem több videót is, ajánlom megtekinteni. A káliumnak fontos szerepe van ebben az esetben a paraszimpatikus idegrendszer serkentésében is, ugyanis nagyon sok esetben a székrekedés szorosan összefügg az idegrendszer túlhajszott állapotával, a sok stresszel, a szorongással. Ha nem megfelelő a gyomorban az emésztés, nem elég erős a gyomorsav, kevés a gyomorsav, ez is vezethet székrekedéshez, mivel ilyenkor az történik, hogy a gyomorból emésztetlenül megy át az étel a belegbe, ahol sokkal hosszabb ideig kell időzni, mert ugye nincs megfelelően előkészítve a gyomor által, tehát sokkal nagyobb teher nehezedik a belekre ilyenkor, és egy idő után már nem bírják. Ennek az állapotnak a jelei lehet a savas reflux, a fura felböfögés, vagy az intenzív telítettség érzet étkezések után. Itt a megoldás az almaecet alkalmazása, étkezések előtt egy-két unnyi almaecetet egy pohárban öntsünk fel 2-3 deciliter vízzel, és ígyuk meg.
továbbá a betainhidroklorid és az emésztő enzimek bevitele. Nagyon sokaknál a székrekedéshez jelentősen hozzájárul a mozgásszegény életmód, tehát ha mondjuk a nap nagy részében ülünk egy helyben, ugye a beleket nagyon kevés fizikai hatás éri, ami az étel áthaladását is lassítja. A lépcsőzés és a felülés a legjobb mozgásformák ebben az esetben, de a futás, az úszás és a kerékpározás is nagy segítség lehet, illetve ha éppen ülünk, végezzünk has kibehúzásokat, tehát húzzuk be a hasunkat, majd engedjük ki pár másodperc után, mert ezzel is segítjük a bélmozgást. Székrekedés esetén célszerű lecsökkenteni, vagy akár teljesen kizárni a finomított és sokszorosan feldolgozott ételek bevitelét, gabonaételek, cukor, a bolti ételek többsége, és helyettük együnk inkább több gyümölcsöt, fogyasszunk almát, bogyós gyümölcsöket, a gyümölcsök is, gyümölcsöknek is hashajtó hatása van. Segíthet a hasmasszázs is, tehát a belek masszírozása, a kezeddel adott ponton nyomd be a hasadat, és tartsd nyomva 20-30 másodpercig, végez körkörös mozgásokat a ponton, majd keres egy másik pontot. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a székrekedés megszüntetéséről, kedveld, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!